Pánik van nyugaton a migráció miatt, erről Orbán Viktor beszélt Révkomáromban a szlovák-magyar-szerb csúcs után. A három ország kormányfője az Európai Unió külső határainak védelméről egyeztetett. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, lehetett látni, hogy a bűnözés megnő, a migrációs paktum pedig fokozni fogja a bajt. Ez a paktum tehát maga a probléma. Abban a szlovák és a szerb kormányfő is egyetértett, hogy az illegális migránsokat az Európai Unión kívül kell tartani. 2023. júniusa. Egy késes migráns hat embert, köztük négy kisgyereket sebesít meg a kelet-franciaországi Annecy játszóterén. 2024. áprilisa. Stockholm külvárosában egy 39 éves lengyel férfit a 10 éves fia szeme láttára gyilkoltak meg a migránsbandák. És augusztus vége. A németországi Zollingenben egy szír bevándorló késelt halára három embert, 8 másikat pedig megsebesített. Csak három olyan eset a több százból, amelyről a helyszínen forgatott az M1 külpolitikai műsora a Jó Világ. Pontosan az történt, amit mondtunk. A statisztikák szerint 2015 óta 8 millió menedékkérelmet és 3 millió 800 ezer illegális határátlépést regisztráltak a hatóságok Európában. Erről Orbán Viktor beszélt Révkomáromban, miután a migráció elleni küzdelemről tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel. A nyugati vezetők pánikban vannak. A pánikból rossz döntések születnek. Mik a döntések most? Fölfüggesztik Schengent. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció önmagában is nehéz probléma, de egy rossz brüsszeli vezetéssel tetézve mindez lerombolja az uniós együttműködést, ami Schengen végéhez vezet. Az illegális migráció valójában az Európai Unió legnagyobb vívmányát, a határokon keresztül történő szabad mozgást rombolja le. Visszaállítják a határellenőrzéseket, és ezt mind előre lehetett látni. Előre lehetett látni, hogy a bűnözés meg fog növekedni. Azt is láttuk, hogy a migrációs paktum legutóbb, szlovák kormány is világossá tette, mi is, nem megoldani fogja a problémát, hanem fokozni fogja a bajt. A migrációs paktum nem megoldás, hanem maga a probléma. A miniszterelnök az M1 kérdésére azt mondta, lesz buszos roham, és el fogják vinni a migránsokat Brüsszelbe, de erről még nem született döntés. A migrációs bírság kapcsán pedig kiemelte, hatalmas a feszültség az Európai Unióban. Lázadás közeli állapot van. Tehát beszéljünk egyenesen. Lázadás közeli állapot van az Európai Unióban. A lengyel kormányfő és a német kancellár már fellázadt, és ahogy Orbán Viktor fogalmazott, egyre többen fognak fellázadni. Az illegális migráció elleni harc alapja az Európai Unió külső határainak megvédése. Erről a szlovák miniszterelnök beszélt a találkozó után. Robert Fico szerint az Európai Uniónak nem az illegális migránsok újraelosztására van szüksége, és nem is arra, hogy kötelező kvótákat állapítson meg. Szerinte olyan intézkedések kellenek, amelyek megvédik a külső határokat. Közösen elért eredmény, hogy idén 80%-kal kevesebb a migráns, mint tavaly, közölte a szerb elnök a találkozó után. Alexander Vučić úgy fogalmazott, az Európai Uniós országokkal tovább folytatják a közös munkát azért, hogy csökkentsék a migrációt.